Szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, a képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 különböző területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja, bolygószinten létrejövő, legkésőbb 2035-re, egy elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mit szóltok a jelenlegi világunkhoz, mennyire vagytok elégedettek vele? Nézzük meg, hogy mit is csinálunk, mivel foglalkozunk. Tehát van egy bizonytalan világunk. Lehet, hogy még az emberek nem tudják, de előbb-utóbb a saját bőrükön fogják érezni azt, hogy mennyire lenne neki szüksége egy szabadságot nyújtó, elég jövedelmet eredményező, saját, stabil üzletre. Most először is gyorsan. Mit is jelent az, hogy stabil, jó jövedelmező üzlet? Tehát mi is kell ahhoz, hogy az embernek egy jó jövedelmező üzlete legyen? Magamról egy-két gondolat, bár elhangzott a háziasszonyunk részéről egy pár gondolat, de annyit szeretnék mondani, hogy én üzlettel 87 óta foglalkozom. Tehát 87-ben hoztam létre a saját első üzletemet. Ugyanis üzletkötő lettem annak idején. És azóta egy pár üzlettel foglalkoztam, nem sokkal, mert ugyanis elég jól megéreztem azt, hogy mivel érdemes foglalkozni, mivel nem érdemes foglalkozni, és sikerült mindig olyan üzletekkel foglalkozni, ami új típusú üzlet volt. És sikerült meglovagolni az idézőjelben új hullámot. És hát nem kezdtem bele olyan üzletbe, amiben habár nagyon sokan belekezdtek, de az én szempontjaimnak nem feleltek meg. Tehát üzleti szempontból az én szempontjaim azok mindig mások voltak, mint a legtöbb emberé. Tehát a világon rengetegféle üzlet van, és ha megnézzük, hogy a világban melyik üzletet csinálják most a legtöbben, melyik típusú üzletet,
akkor van egy típusú üzlet, amit a legeslegtöbben csinálják, ez az üzlettípus az 50-es években indult. Mi nem teljesen azt a típust csináljuk, azt is csináltuk, azzal is lettünk piacvezetők, hanem mivel volt lehetőségem kísérletezni, saját és más tapasztalataiból, ezáltal kísérletezőként egy olyan kísérletet sikerült létrehozni, ami hát, elég egyedinek mondható. És ezért, mivel nagyon sok mindent sikerült kikísérleteznem, hiszen ugye ehhez hasonló tevékenységekkel foglalkozom 87 óta, és saját üzletem belül, ezáltal ugye elég sok mindent sikerült kikísérleteznem. És ezért sikerült azt is kikísérletezni, hogy vajon milyen lehet egy igazán jó üzlet. És akkor nézzük meg. Kérdezem tőletek, hogy vajon lenne neked mondjuk több 10 millió forintod egy üzlet elindítására? Hát a legtöbb embernek nincs. De még lehet, hogy több millió forintja sincs egy üzlet elindítására. De ezért nyilvánvaló, hogy sokkal kevesebben vannak azok, akik azt mondanák, hogy hát ezzel ők nem értenek egyet. Mint azok, akik valószínűleg egyet értenek ezzel az első ponttal. Ezért szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki egyet ért ebben az első ponttal. Azt tegye már fel a kezét. Oké, köszönöm szépen. Tehát nyilván fontos, hogy a legtöbb embernek nincs sok pénze arra, hogy üzletet indítson. És utána üzletet működtessen. Havi szinten sok pénze. Hát ugye az is egy akadály egy vállalkozásnál, hogy hát rögtön mindenféle engedélyre van szükség. Vállalkozói engedély vagy. Céges működtetéshez engedélyek, stb. Stb. Tehát ezért fontos, hogy valamit úgy végezhessen, hogy akkor vált rá ki az ember vállalkozást, ha már kipróbálta, hogy számára az mennyire fog működni, és mikor fog működni. De nyilván az is fontos, hogy bárki számára működtethető legyen egy üzlet. Most még visszatérve, tehát ki az, aki úgy gondolja, hogy egy vállalkozásnál fontos az, hogy ne kelljen rögtön vállalkozói engedélyt, meg egyéb engedélyeket kiváltani. Ezt tegye már fel a kezét. Oké, köszönöm szépen. Megint mindenkinek a kezét láttam. Ugye elég sokan vagyunk itt a teremben. Az, hogy a jövedelemnek ne legyen felső korlátja, ez nem tudom, téged gátolná egy üzletbe, ha lenne, hogyha nem lenne felső korlát? A jövedelmednek? Ki az, akit nem gátolna? Azt tegye már fel a kezét. Oké, köszönöm szépen. Tehát akkor egyetérthetünk azzal, hogy jó az, hogyha egy vállalkozásban a jövedelemnek nincs felső korlát, nem? Egy üzletben. Legyen passzív jövedelem. Mit jelent ugye a passzív jövedelem?
Hát ugye egyszer megdolgoztál a jövedelmed egy bizonyos részéért, vagy akár az egészért, és utána rendszeresen jöjjön belőle bevétel. Most mondok példát, jó? Ki az, aki rendszeresen fizet villanyszámlát? Villanyszámlát. Emelje föl kezét. Oké, köszönöm szépen. Megint sok kezet láttam. Na most, képzeld el, azok, akik beszedik a díjat azért, mert szolgáltatják neked a villanyt, azok egyszer kötöttek veled egy üzletet, nem? És azóta szedik be a díjat. Minden hónapban. Na ez mi, ha nem passzív jövedelem az ő részükre? Világos ez? Hát ezt jelenti a passzív jövedelem. Hogy egyszer lett egy üzlet megkötve, egyszer kötöttek veled egy szerződést, és onnantól te fizetsz nekik, mint a katonatiszt. Nyilván, hát a szolgáltatásukat igénybe veszed, ezért fizetsz. De ez egy passzív jövedelem. Most gondold végig, vannak tehát a világon olyan cégek, amely passzív jövedelemből élnek. Például, akik szolgáltatják a villanyt. Ki az, akinek van mobiltelefonja és előfizetéses mobiltelefonja? Szuper, köszönöm szépen. Na most, egyszer megkötötték veled a szerződést, és te rendszeresen fizeted a havi díjat. Az a szolgáltatónak egy passzív jövedelem. Érted? A világon vannak tehát ilyen cégek, szervezetek, amelyek passzív jövedelemből élnek. Például a telefonszolgáltatók is. De például az autógyártók, azok nem passzív jövedelemből élnek, mert nekik akkor jön be jövedelem, ha eladták az autót. Érted? Tehát mi lennél szívesebben mondjuk egy telefonszolgáltató, vagy egy áramszolgáltató, vagy inkább egy autógyártó? Az autógyártónak nincs passzív jövedelme, ott rendszeresen az üzletkötőknek el kell adni az autót. Az nem passzív jövedelem. Én nem autót gyártanék inkább, hanem áramot szolgáltatnék, érted? Tehát a passzív jövedelemért egyszer kell megdolgozni az adott személlyel, egyszer kötötték meg veled a szerződést a mobil szolgáltató is, és te passzív jövedelmet biztosítasz az ő számukra. Tehát az az igazi üzlet, ami egyszer van megkötve, és utána jön belőle a bevétel. Egyet érthetünk? Most gondold végig, mondom még egyszer, mit tudom én mondjuk? A telefonokat, amelyik gyártja. Van egy csomó telefongyártó cég. Az sem passzív jövedelemből él, mert egyszer eladja a telefont, és utána nincs belőle bevétele. Hanem újból el kell adni a telefont, hogy bevétele legyen. Egy mondjuk egy másik típusból. Érted? Tehát ez azt jelenti, hogy az igazán jó üzletek passzív jövedelmet termelnek. Világos ez? És amikor én rájöttem, az, hogy a passzív jövedelem az milyen fontos, tudod mikor volt? 1987-ben. Tehát én 1987-ben kezdtem el először passzív jövedelemért dolgozni. Hát az nem most volt. És onnantól kezdve, mikor megéreztem ennek az ízét, hogy milyen passzív jövedelemből élni, az az üzletkötés volt, érted? És ott is volt passzív jövedelem rendszeresen havonta. Gondold végig, onnantól kezdve azt mondtam, hogy én ameddig élek, és egyáltalán lesz pénz,
A kérde akkor még nem volt arról szó, hogy lesz pénz vagy nem lesz pénz, 87-ben, tehát én ameddig élek, én passzív jövedelemből akarok élni. Na most, gondoljuk végig. Hátrányos lenne számodra, hogyha olyan jövedelem lenne, ami passzív jövedelem? Kinek nem lenne hátrányos, azt tegye már fel a kezét. Szuper, köszönöm szépen. Akkor mehetünk tovább. Akkor nem akarlak meggyőzni jobban. Szabadságot adjon az a jövedelem. Akkor is legyen jövedelem, ha a tulajdonos hosszabb ideig nem dolgozik. Tehát milyen tulajdonos? Tehát nyilván ott kezdődik az üzlet, hogy az a tied legyen. Nem másé, a tied. Érted? A te üzleted legyen. Na most. Most gondold végig, mondjuk, ott van mondjuk az egyik telefon szolgáltató, amivel telefonálni tud. Tehát ugye szolgáltatja az előfizetést. Vodafone. Mi van még? T-Mobile? Telekom, mindegy. Jettel, így van. Mondjuk itt vannak ezek. Jó, és van még több is persze. És mondjuk te lenni a tulaj. Hát akkor is tudnám menni szabadságra, hogyha nem dolgozol semmit, nem? Mert jön be a passzív jövedelem. Tehát aki passzív jövedelemmel rendelkezik, az szabadsággal is rendelkezik. Na ez a kulcs. Érted? Tehát nem véletlenül ez a két pont egymás után van. Tehát hogyha hosszabb ideig nem dolgozik egy olyan személy, aki passzív jövedelemmel rendelkezik, akkor szabad lehet. Mert oda mehet, ahol akar, akkor, amikor akar, azzal, akivel akar, és addig maradhat, ameddig akar. Tehát, hogyha olyan jövedelmed lenne, ami szabadságot nyújt, az nagyban korlátozna? Vagy azt mondanád, hogy hát engem az akadályoz, hogy szabadságot adó jövedelem keletkezne. Ki az, akit nem akadályozna, azt tegye már fel a kezét. Oké, köszönöm szépen. Nagyon jó. Elég sok vevő legyen. Hát aki megveszi a terméket vagy a szolgáltatást, nem? Na most gondold végig, miért sikerült piacvezetői pozíciókat elérni 4 különböző területen? Mert időbe léptünk. Ne akkor léptem, amikor telített volt már a piac, hanem időben. Az elején. Érted? Tehát valami nagyon jó szimattal, ugye rátaláltam az ilyen lehetőségekre. De ez nem szimat kérdés, ugyanis az üzleti lehetőségeket küldik mindenkinek. Te is kaptál már üzleti lehetőségeket életed során, nem egyet. Küldték a lehetőséget. Most, hogy kiküldi, az most mindegy, de hogy kapod a lehetőségeket, az biztos. És így egy kérdés van, hogy él vele az ember, vagy nem él, vagy éppen a rosszal élsz, amiből már telítődött a piac, vagy éppen egy olyannal élsz, ami új. Ugye vannak olyan emberek, akik úgy gondolkodnak, hogy ó, hát majd akkor csatlakozok, ha már nagyon sokan csinálják. Vagy van a másik típus, akkor azt mondja, hogy na, akkor már nem érdemes, akkor kell csatlakozni, amikor még kevesen csinálják. És ugye mit mond az, aki azt mondja, hogy majd akkor, amikor már sokan csatlakoztak? Hát azt mondja, hogy hát azért csatlakozok akkor, amikor már sokan csatlakoztak, mert akkor már kevésbé melós, mert nem kell kidolgozni semmit, mert mindenki van dolgozva. Csak le kell másolni, hogy ki mit csinál.
ugye mondja a másik, hogy igaz, hogy tehát az, aki ugye időben akar kezdeni egy vállalkozást, hogy igaz, hogy nincs kidolgozva semmi, ezáltal nehezebb az indulás, meg nehezebb csinálni, de se baj, bízok eleget a saját képességeimbe, szellemi képességeimbe elsősorban, és majd valahogy kitalálom, hogy mit is kell csinálni. Ha esetleg már nem mondja meg, vagy még nem mondja meg senki, hogy mit is kell csinálni. Tehát, de a világon ez egy fontos pont volt mindig az üzleteknél, hogyha valaki későn eszmélt, akkor abból kevesebb hasznot tudott realizálni. Ez így működött mindig. Mint aki időben eszmélt. Na most, nem tudom, hogyha sok vevő lenne egy szolgáltatásra, és mondhatjuk azt, hogy szinte korlátlan mennyiségű vevő lenne egy szolgáltatásra. Korlátlan mennyiségű. Konkurencia nélküli, ebben egy kicsit előre szaladtam a konkurencia szóval, mindegy. Tehát korlátlan mennyiségű vevő, az nagyon akadályozna egy vállalkozásban. Ki az, akit nem akadályozna? Tegye már föl a kezét. Oké, köszönöm szépen, szuper, megint mindenkinek a kezét láttam. Na nézzük tovább. Nem tudom számodra mennyire fontos, hogy egy vállalkozás az tisztességes legyen. Ugyanis nagyon sok olyan vállalkozással találkozhatunk életünk során, amely éppen kizsákmányolta, vagy átverte az embereket. Nem? Valamilyen vállalkozási formában ki az, akit már átvertek itt a teremben, azt tegye már föl a kezét. Oké, köszönöm szépen. Jó érzés volt, mikor átvertek? Nem túlságosan, nem? Ki az, aki már érezte úgy, hogy dolgozott egy vállalkozásnak úgy, hogy nem fizették meg eléggé? Azt tegye már fel a kezét. Oké, köszönöm szépen. Na, ezt hívják kizsákmányolásnak egyébként. Ja? Csak hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. Jó, nem tudom, mit szólnál, hogyha egy vállalkozás olyan lenne, ahol nincs kizsákmányolás, nincs átverés. Ki az, aki szeretne egy olyan szervezetben együttműködni, ahol nincs kizsákmányolás, nincs átverés? Köszönöm szépen. Amennyiben egy vállalkozás fejlődése elakad, egyébként nagyon sok vállalkozás, akár a tisztességesek is, itt buknak el, hogy a tulajdonos, ha elakad a haladásban, akkor nem tud honnan segítséget kapni. És ez nem tudja az a segítség tovább lendíteni, és ezért egy ideig helybe toporog, majd elmúlik. Tehát kimúlik, inkább úgy mondanám. Nagy gond lenne, hogyha segítséget kapnál mondjuk egy üzletben, és ha elakadsz, akkor segítenének? Kinek nem lenne ez gond? Oké, köszönöm szépen. Ugye, hát sok vállalkozás azért nem halad tempósan, mert nincs kidolgozott rendszer, kidolgozott módszer, és még ugye előkészületeket is igényel maga az, hogy belekezdjen az üzletbe valaki. Nagy akadály lenne, hogyha kidolgozott módszerrel építhetném mondjuk egy üzletet is. Rendszer abban az üzletben is. És másolható lenne az az üzlet, és esetlegesen azonnal elkezdhető lenne. Nagy gond lenne?
Nem? Kinek lenne nem nagy gond? Oké, köszönöm szépen. Hát ugye sok vállalkozás helyhez kötött. Ami azt jelenti, hogy, és időhöz, tehát valamilyen kötöttség van. Tehát helyhez, időhöz kötött, maradjunk az időnél, jó? Hogy megvan, hogy milyen időrendben tudja az ember csinálni. Megvan, hogy hol kell csinálni. Nem tudom azt, hogyha egy tevékenység végzés időben tőled függne, az nagy probléma lenne? Kinek nem lenne probléma? Oké, köszönöm szépen. Ki az, aki szeret kockáztatni, az tegye már föl a kezét. Vannak egy páran, föltették. Oké. Én nem szeretek kockáztatni, megmondom őszintén. Én általában szeretek biztosra menni. Jó, ki az, aki nem szeret kockáztatni? Oké. Jó. A többség, ugye egy páran az imént föltették a kockáztatásra, a nem kockáztatásra viszont nagyon sokan. Ugye mit jelent a kockázat? A bukás veszélye benne van. Milyen bukás? Hát szellemi vagy anyagi, vagy fizikai. Tehát ugye ez a három. Tehát szellemileg valami olyan sérülés éri az ember, ami úgy leviszi a hangulatát, hogy ott marad. Ugye ez az egyik. Anyagi, hogy pénzügyi veszteség éri. Ugye fizikai, esetlegesen, hogy megsérül az ember. Egy olyan sérülés szenved, hogy fizikailag ugye, mit tudom én, mondjuk mozgás sérült lesz. Ugye a kockázatmentesség az azt jelenti, hogy ez a három dolog, ez ne legyen. Hát ne legyen se anyagi, se fizikai, se szellemi veszteség. Nagy gond lenne, hogyha egy üzlet kockázatmentes lenne? Nem? Kinek nem lenne nagy gond? Tegye már fel. Köszönöm szépen. Ugye a konkurencia, azt én megtapasztaltam, hogy kezdetben mennyivel jobb volt konkurencia mentesen dolgozni, később ugye pedig mennyivel nehezebb volt, mikor már konkurencia is beindult, mert akkor például már versenytárgyalásokon kellett részt vennem. Tehát akkor, mikor már a konkurenciával összemértek. És hát nehezebb volt, mint mikor az elején voltunk valaminek, és nem volt konkurencia, és oda mentünk, és nem tudták azt mondani, hogy hát majd mást meghallgatok. Érted? Mert minket tudtak meghallgatni, és kész, ennyi. Kell, nem kell, ennyi. Oké? Tehát mennyivel egyszerűbb volt. És ugye minél nagyobb a konkurencia, annál nehezebben lehet egy vállalkozásnak, egy üzletnek előre haladni. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a minél kisebb konkurencia, az fontos egy üzlet számára? Azt tegye már föl a kezét. Köszönöm szépen. Hát eddig nagyon nagy az egyetértésünk, úgyhogy nagyon örülök. Ugye, hát egy olyan világban vagyunk, hogy a gazdasági helyzet az egyszer hopp, egyszer kop, de mostanában inkább kop, nem? Tehát valahogy most a gazdasági helyzet az hoppot nem szokott mutatni, az csak kopot szokott mutatni mostanában. Főleg itt az elmúlt 4-5 évben. Na most ez azt jelenti, hogy ugye a gazdasági helyzet általában úgy működik a vállalkozásoknál, hogyha romlik a gazdasági helyzet, akkor a vállalkozások bevétele is csökken. Tehát ugye megkérdezném, hogyha esetleg a negatív gazdasági helyzet a vállalkozásodat mondjuk pozitívan befolyásolná, az nagy gond lenne számodra? Hogyha esetleg lenne egy üzleted,
És a negatív gazdasági helyzet a vállalkozásodra pozitív hatást gyakorolna. Ki az, aki számára örömteli lenne, hogyha egy negatív gazdasági helyzet van, akkor az plusz bevétel tudna eredményezni a üzletednek. Oké, köszönöm szépen. Kinek van valamilyen jövedelem forrása? Azt tegye már fel a kezét. Oké, köszönöm. Kinek van két jövedelem forrása? Azt tegye fel a kezét. Oké? Na, akinek két jövedelem forrása van, azt jelenti a több lábon állás. Akinek egy jövedelem forrása van, azt jelenti az egy lábon állás. Oké? Tehát ugye az azt jelenti, hogy ha valakinek egy jövedelem forrása van, és az a jövedelem forrás megszűnik, akkor nagy bajba kerül. Mert nincs másik jövedelem forrás. Ezáltal elég fontos, hogy az embernek főleg kezdetben két jövedelem forrása legyen. Tehát például én úgy nőttem föl, nem a kiskorról beszélek, hanem mondjuk serdülőkortól, hogy általános volt abban a világban az, hogy egy családnak, most ne úgy nézzétek a két jövedelemforrást, hogy egyik jövedelemforrás a feleség, másik jövedelemforrás a férj, hanem úgy nézzétek, hogy egy személynek a jövedelemforrása az két helyről, három helyről jött. Tehát ugye a kapitalizmus előtti időszakban rengeteg családnak több jövedelemforrása volt. És ha bejött az egyik, akkor már tehette azt, hogy a többi jövedelemforrást szépen megszüntették. Például a szüleim is így kezdték, annak idején, mikor én gyerek voltam, hogy volt egy főjövedelmük, utána csináltak saját vállalkozást, az másodtevékenységben működött, majd ez a vállalkozás hozta a főtevékenységet egy idő után, és ha már egy jövedelem forrás nagyon biztos, akkor már felesleges második jövedelem forrás. És hát ez azt jelentette, hogy nekik nagyon biztosnak tűnt, de egy idő után sajnos az a fő jövedelem forrás, ami kezdetben a második jövedelem forrás volt, az kezdett elapadni, és utána már nem volt egy második jövedelemforrás. Tehát ezáltal, hogyha valami nagy mértékben elkezd visszafejlődni, akkor kell egy második jövedelemforrás. És most egy olyan világban élünk, hogy egész Európa szerte csökken a vásárló ereje az embereknek. Tehát ami azt jelenti, hogy csökken a jövedelmük értéke, vásárló értéke. Nem csak itt, egész Európában. De úgy hallottam, hogy a tengeren túlon is ez így van. Szóval, el tudnád képzelni azt, hogy legyen egy második, vagy ha már van második, akkor egy harmadik jövedelemforrásod? Aki el tudja ezt képzelni, tegye már fel a kezét. Köszönöm szépen. A munkavégzés gyorsan követő legyen a havi jövedelem. Ugye vannak olyan vállalkozások, üzletek, ahol dolgozik az ember, sőt, még akár pénzt is fektet bele jelentősen az ember, és hosszú idő után kap érte jövedelmet. Tehát például mondjuk valaki megveszi a magokat, mondjuk kukoricát, kukoricamagot, elülteti a kukoricamagot, gondozza a kukoricát, még mindig egy fia bevétel nincs. Eljön az az időszak, hogy aratja a kukoricát, de még mindig nincs bevétel.
de már sok-sok hónap eltelt, utána pedig, ha minden igaz, el tudja adni a kukoricát. És onnan, hogy megvette a magot, odáig, hogy eladta a kukoricát, sok hónap telt el, de ugyanilyen az állattenyésztés, vagy sok más üzlet. Ami azt jelenti, hogy ugye az a jó, hogyha az ember dolgozik, és a hónap végén van jövedelem, nem? Ezért tudták elcsábítani a cégek a vállalkozásokból, a mezőgazdasági, állattenyésztési vállalkozásokból az embereket, mert a mezőgazdasági állattenyésztési területen ugye sok-sok hónap múlva kapnak az emberek jövedelmet, és ugye azért tudták őket elcsábítani, mert tudták azt mondani, hogy itt sokkal hamarabb van jövedelem. Dolgozol, és ugye tudjátok, kezdetben napi díjba dolgoztak, majd heti díjba dolgoztak, majd két heti díjba dolgoztak. Én még annak idején, a 80-as évek legelején, még egy pár hónapig két hetente kaptam jövedelmet. És utána meg havonta. Tehát lényeg az, hogy szépen rávették az embereket arra, és az emberek szívesen mentek olyan munkákba dolgozni, ahol sokkal hamarabb jövedelmehez jutottak, mint amit addig csináltak. Nagy gond lenne, hogyha havonta kapnál jövedelmed a munkádért. Kinek nem lenne nagy gond, azt tegye már fel a kezét. Oké, köszönöm szépen. A vevőkör épülhet idegenekre és ismeretségi körre is. Tehát azt jegyezzük meg, nagyon fontos, hogyha egy termék vagy egy szolgáltatás nincs eladva, abból nem lesz bevétel. Hát ez most azt mondod, de ez tök logikus. De mégse logikus az embereknek. Tudod, miért nem? Mert leértékelik sokan azt a tevékenységet, ahol pénzé váltják a terméket vagy a szolgáltatást. Azt pedig úgy hívják, hogy kereskedelem. Érted? Tehát kereskedelem. Tehát sokan a kereskedelmet leértékelik. És azt mondják, hogy én nem vagyok egy eladó. Ha basszus kulcs, ha nem lennének a földön eladó, akkor te már régen éhen döglöttél volna. Bocs, hogy ilyen finoman fogalmaztam, jó? Csak azért, mert olyan agyament ez a gondolkodás, hogy képtelen vagyok másként fogalmazni ezzel kapcsolatban. Érted? Csak azért, mert már találkoztam nem egy ilyen emberrel, aki leértékeli a kereskedelmet. Érted? Ha világon nem lenne kereskedelem, akkor pucéron ülnél most itt? Akkor pucéron kellene itt ülnöd. És ha világon nem lenne kereskedelem, akkor mivel jöttél? Jöttél volna. Gyalog, pucéron. Nem? Hát az autót is a kereskedelem, sőt, a tömegközlekedési eszközöket is a kereskedelem adja el. Erre vár gombot. Tehát akkor még tömegközlekedés se lenne, ha nem lenne kereskedelem. Tehát van egy mondás ezzel kapcsolatban, hogy a kereskedelem a gazdaság motorja. Ennyi. Ha a kereskedelem döglődik, döglődik a gazdaság. Vagy rosszul látom? Most oroszokkal nem kereskedünk, döglődik a gazdaság. Ébresztő! Nem? Hát itt a példa.
Sokkal drágább országokkal, cégekkel kereskedünk, nem? És emiatt döglődik a gazdaság. Tehát a kereskedelem az a gazdaság motorja. Ez van. Tehát bárki, aki leértékeli a kereskedelmet, ó, hát neki hány diplomája van, nem képzelem, majd ő kereskedik. Hát menj a konyádba. Ennyit tudok neki mondani. Vissza, mert odavaló vagy. Hát gondold végig, ha valakinek ennyi esze van, hát szerintem a labzék tyúkja az sokkal okosabb. A Matild, tudod? Igen, mert a múltkor bemutatták a Matildot nekünk, tudod? Mikor láluk voltunk. És mondom, azt jelenti, hogy sokkal okosabb az a tyúk. Szóval, lényeg az, hogy gondold végig, a kereskedelem az nem egy alantas tevékenység. Hát ha valami működteti a gazdaságot, az nem egy alantas dolog. Ha a gazdaság anélkül megállna, akkor nem egy alantas dolog. Akkor mondok példát, jó? Szerintetek egy cégvezető után, amelyik mondjuk el akarja adni a termékét, és mondjuk közvetlenül ők értékesítenek, a cégvezető után mit gondolsz, ki keres a legtöbbet? A legeredményesebb üzletkötő. A cégvezetője után a legeredményesebb üzletkötő keres. Nem az igazgató helyettes, nem a főosztályvezető, nem a kutyafüle, macskafarka, hanem a legsikeresebb üzletkötője. Ez így működik. Tehát a sikeres üzletkötők, sikeres kereskedők, azok az egyik legjobb módú emberek a világon. Ez így működik. És akkor azt mondja az ember, de hát én nem olyan kereskedő típus vagyok. Aha, de mégis annak születtél. Ki az, aki nevelt már gyereket? Vagy nevel éppen? Oké, na. Azok tegyék föl a kezüket, akiknek már volt, vagy éppen most óvodás a gyerekük. Óvodás. Volt vagy óvodás. Jó? Volt vagy éppen most óvodás. Nekünk volt két óvodás gyerekünk. A két gyerek megvan, csak már nem óvodás, tudod. Furcsa lenne, még ennyi év után is óvodás lenne. Szóval, ez ugye miért kérdezem? Hát mert minden óvodásnál látjuk, hogy úgy kereskedik, mint a húzat. Olyan üzleti érzék van benne, mint a húzat. Érted? Az összes kisgyerek, mert ott van a kereskedő véna. Minél kisebb, annál inkább. Csak itt egy kérdés van, hogy a szülő mennyire szépen mondjam, vagy csúnyán. Mennyire szúrja le, most a szépen mondom, jó? Mennyire szúrja le a gyereket azért, mert kereskedik, érted? Az óvodába. Mert a saját cucca jól kereskedik. Mit adsz ezért? Mit adsz azért? Az mi a nem kereskedelem? Tehát, ugye ez azt jelenti, hogy és kik mindig a kereskedelem fő célpontjai, vég célpontjai, végső célpontjai? Kik? Hát az egyének, nem? Hát gyakorlatilag,
Ha megnézed, a kereskedelem végső célpontja mindig az egyén. Tehát, mondok példát, mit tudom én, mondjuk van egy autógyár, autót akar gyártani, ahhoz kell venni vasat, oké? Vagy legalább vaslemezt, nem? Megveszi a vaslemezt. Utána elmegy az autó, tehát megcsinálják az autó karosszériát a vaslemezből, stb. Stb. Utána az autó készen van, elviszik a kereskedésbe, nem? És kik a legutolsó célpontok? Hát a fogyasztó, nem? Hát akkor is, ha cég veszi meg azokat az autókat, hát akkor is egyén használja. Tehát mindig, mindenhol az egyének a végfelhasználók. Tehát minden az egyéneket szolgálja ezen a bolygón. Ez azt jelenti, hogy az egyén az kétféle lehet. Lehet idegen, lehet ismerős, nem? Általában melyikből van több? Hát az idegenből, nem kérdés. Idegen az van 8 milliárd, nem? 8 milliárd idegen van a Földön, és akkor az képest abban a 8 milliárd valamennyiből pár száz vagy 1-2 000 az ismerősöd, nem? Ennyi. Na most, tehát mivel az egyén a felhasználó, a végfelhasználó, nagyon fontos, hogy legyen bőven verőkör, nem? Bőven. Minél nagyobb, minél több, ne csak mondjuk idegenek, vagy ne csak ismerősök, hanem bárki, nem? Baj lenne egy vállalkozásnál, hogy mondjuk ha lenne egy saját vállalkozásod, saját üzleted, hogy nagy lenne a vevőkör, mondjuk akár végtelenül nagy, és nem számít, hogy idegen vagy ismerős. Kinek nem lenne baj, azt tegye már fel a kezét. Köszönöm szépen. Ugye bejött ez a home office. Én azt látom, hogy sok ember szereti. Tehát ugye van, aki már úgy dolgozik, hogy 3 napot bejár, 2 napot nem. A 5 napból. Van, aki 2 napot jár be, 3 napot nem. Van, aki már be se jár. Állandóan home office-ba dolgozik. Az emberek kedvelik. Én azt láttam annak idején, én a home office-t ismerem 74-től. Ugyanis édesanyám 74 óta dolgozik home office-ba. Dolgozott home office-ba. Csak akkor azt még úgy hívták, hogy bedolgozás. Bedolgozó volt. Nem úgy hívták, hogy home office. Érted? És amikor megnyílt anyámnak a bedolgozás lehetősége, így élt vele azonnal. Nagyon díjazta, hogy nem kell bejárnia. És otthon dolgozhat. És az azt jelenti, hogy otthon lehet, el tudja látni a munka mellett simán a dolgokat, érted? Akár kikapcsolódásképpen is. Varrónő volt, és varrónőként dolgozott otthon. És lényeg az, hogy élvezte az otthonlétet. Jó, hogy neki lett utána csinálva műhely, ahol dolgozott, mert ugye a varrógép, nagyipari varrógéppel dolgozott, hogy elférjen, stb. Stb. Kezdetben ugye a lakásban dolgozott, később lett ugye műhely neki csinálva. De nagy gond lenne, hogyha még műhely se kell. Nem hiszem. Na most, gondold végig, hogyha nem kellene bejárnod egy munkahelyre, hanem otthonról is végezhető lenne, az nagy gond lenne? Nem? Kinek nem lenne nagy gond? Oké, köszönöm szépen. Éppen most olvastam valahol,
hogy egy változásban mennyire fontos, nem itt nálunk olvastam, hanem tőlünk függetlenül. Tudod, mikor tegnap olvastam, hogy mennyire fontos egy vállalkozásban, hogy legyen közös cél. Azt nem értem, hogy amivel az emberek egyet is tudnak érteni, de legyen közös cél. És ugye én ezt nagyon régen tudom, hogy nagyon fontos, hogy egy üzletben legyen közös cél. Tehát ahol az emberek a közös célért tevékenykednek. Na most én nem nagyon ismertem olyan üzletet, ugye a PPA-n kívül, ahol lettek volna közös célok. Nem nagyon. Tehát amivel a tulajdonos is, meg a többiek is egyetértenek. Dolgozók, üzlettársak, stb. Egyetértenek. Mit gondolsz, fontos, hogy legyen egy közös cél, amiben az emberek egyetértenek? Tehát ugye mit jelent a közös cél? A közös cél mutatja, hogy merre haladjunk. Na most, ha nincs közös cél, akkor az egyik ember erre akar haladni, a másik arra, a harmadik, amarra, stb. Nem egyfelé. Ezért ugye nem csak az üzletekben fontos a közös cél, hanem minden együttműködésben, amely valami célt teljesít be, fontos a közös cél. Például a párkapcsolat is ugye be kellene teljesíteni valami közös dolgot. Ugye a párkapcsolat mit szokott beteljesíteni, közös dolgot? Mutatom, hármat. Egy közös családi fészek, nem? Vagy egy közös gyerek, nem? Vagy egy közös vállalkozás. Nincs harmadik. Mert ugye ez mind egy hosszabb távú projekt, nem? Hát a legtöbb esetben azért egy ház nem két hét alatt készül el. Nem? A gyereket meg lehet csinálni két hét alatt, de felnevelni nem annyira, nem? Akkor a harmadik pedig, ugye a közös vállalkozás, az megint, hát akár talán a leghosszabb projekt tud lenni. Tehát, ha megnézzük, a mi esetünkben a leghosszabb projektünk, nekünk hosszú volt az első is, a házépítés, mert mi a házat építettünk, mint a vonat, tudod? Hogy a kocsikat egymáshoz csatoltuk. Tehát a ház részek azok mindig kibővítették a házat. És ugye ezáltal hosszabb lett a házépítés. Tehát az sem egy rövid távú projekt volt. Hát egy gyereknevelés is egy hosszú távú projekt volt, de a leghosszabb távú projektünk eddig a közös vállalkozás. Oké? Hiszen ugye 21 évet betölti az a gyerek, hiába otthon van, attól már nem tudom, te a 21 év fölötti gyerekedet tudtad nevelni? Én sem. Én sem tudtam, jó? Feleségem sem tudta. Ketten sem tudtuk, együtt tudod. Nem jött össze. Viszont közös vállalkozásunk már több mint 21 éve van. Oké, tehát ez tudott lenni a leghosszabb távú közös projekt. És a közös projekt ugye az közös célt is eredményez. Ugye egy gyereknek mi a közös célja? A szülők közös célja? Hogy felneveljük, nem? Egy házépítésnek mi a közös célja? Hogy lakható otthont teremtsünk magunknak, nem? Mert van közös cél. Mind a kettő azért dolgozik. Egy közös üzletnek is van közös célja. És ha van egy olyan üzlet, ahol sok embernek van üzlete, és mégis azon túlmenően minden egyes üzletnek lehet az a közös üzleti célja, az a közös célja, az miért lenne baj?
Hát ugye nekünk mi a célunk? Ugye az a cél, hogy az emberek egy jobb világban éljenek a jövőben. Oké? Ha valakinek túl meredek ez a jobb világ, akkor ne beszélj az aranykorról. Akkor arról beszélj, hogy hova változik ez a világ, hogyha így halad. Hova? Milyen világ lesz itt 2, 3, 5, 10 év múlva, hogyha ilyen világ alakulás van, mint ami most van? Beszélj erről. Ha szellemi nyitottsága van az illetőnek, akkor nyugodtan beszélhetsz arról, hogy szeretett korszak. Mi lenne, hogyha közösen létrehoznánk egy olyan korszakot, ahol az emberek szeretik egymást, ahol képesek arra, hogy együttműködjenek? Nem kellene egy ilyen világban élnünk? Jobb ez a, finoman fejezem ki magam, trágya világ. Ki az, aki úgy látja, hogy fontos lenne, hogy az ember embereknek egy szervezeten belül, egy üzleten belül legyenek közös céljaik? Ezt tegye már fel a kezét. Illetve célja. Köszönöm szépen. Nézzük a következőt. Ki az, aki most alkalmazottként éli az életét? Tegye már fel a kezét. Köszönöm szépen, szép számmal vagytok. Oké? Ezt az oldalt nem láttam. Oké, köszönöm. Nem tudom, mennyire szerettek alkalmazottnak lenni. Ki az, aki szeret alkalmazottnak lenni? Azt tegye már fel a kezét. Hát, hány kezet láttam? Egyet? Kettőt? Oké. Elég ritka kivételek vagytok. Szóval, a legtöbb ember, tehát a kivételek, mint látjuk, erősítik a szabályt. A legtöbb ember nem szeret alkalmazottnak lenni. Hát nyilván, ha neked saját üzleted van, akkor mondhatod azt, hogy te leszel a saját üzletednek az alkalmazottja, nem? Hát most csak egy kérdés van, hogy vajon mennyire fogod utálni a főnöködet? Aki nem lesz más, mint te. Figyeld, ezzel kapcsolatban csak egy dolgot mondanék. Hát meg kell tanulni szeretni magadat, nem? És akkor lehet, hogy nem fogod utálni a főnöködet. Nem? Ki az, aki kezdi magát szeretni? Azt tegye már fel a kezét, jó? Nagyon jó, szuperek vagytok. Nagyon jó. Na, figyeld, hogyha már kezded magad szeretni, akkor fogod a főnöködet is szeretni. Hiszen azt te leszel. Tehát, gondold végig, ha megtanulod azt, hogyha valamit hibázol, ne szúrd le magadat, akkor a főnököd nem fog téged leszúrni. Ha megtanulod azt, hogyha valamit hibázol, azt tud mondani, hogy nem baj, kijavítom, akkor a főnököd nem fog leszúrni.
Én megtapasztaltam 7 éven keresztül, illetve 6 éven keresztül 87-től 93-ig megtapasztaltam abban a 6 évben, hogy sokkal jobb, hogyha én vagyok a saját főnököm, mint ha valaki más. Pedig nekem a főnököm abban a 6 évben az édesapám volt. Tehát még nem is egy idegen, érted? És nem volt csetepaténk abban a 6 évben semmi. Tehát mondhatjuk azt, hogy jó főnököm volt apu. És mégis megtapasztaltam, hogy jobb, ha én vagyok a saját főnököm. Na most, ki az, aki szeretne a saját főnöke lenni? Ezt tegye már fel a kezét. Ó, nagyon szuperek vagytok. Na most, az is fontos, hogy az alkalmazottak esetében a főnök nem beszélhet arról, képzeld el, hogy ki mennyit keres. Tehát a dolgozók nem tudják, hogy a kollega vagy a főnök mennyit keres. Miért? Mert rossz érzés alakul ki bennük. És ezáltal ellenszenvet generálnak egymás között az emberek. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazottak, ha megnézzük, sok esetben konkurenciájuk egymásnak. Például akkor is, hogyha valakit elő kell léptetni. Mert lehet, hogy arra az előléptetésre többen pályáznak. És akkor ilyenkor mi szokott történni? Hát megpróbálják egymást furkálni, tudod? Hogy ne, hogy a másikat léptessék elő. Tehát az alkalmazotti létben ott van a konkurenciás működés. Magában a tevékenységben, értsétek. Na most. Azt is tapasztaltam, hogy milyen dolgozni társtulajdonosokkal, üzlettársakkal, ezt úgy hívjuk, vagy milyen dolgozni alkalmazottakkal. És az a tapasztalatom ezzel kapcsolatban, hogy egy tulajdonosnak mások az érdekeltségei, mint egy alkalmazottnak. Tehát ezáltal egy tulajdonos, annak sokkal jobb a hozzáállása, mint egy alkalmazottnak, minden tekintetben. És most gondold végig, ha van egy olyan üzlet, amiben azok az emberek, akikkel együttműködsz, azok nem alkalmazottak, hanem üzlettársak, a te üzlettársaid, akkor ez azt jelenti, hogy te ott nem vagy főnök, ők nem beosztottak, oké? Te ez azt jelenti, hogy vezető vagy. A vezető pedig arról híres, hogy követői vannak, de nem alkalmazottjai. És az annyit jelent, hogy az egyén az sokkal másabb hozzáállást talál egy üzlettársban, mint egy alkalmazottban.
itt a PPH-nál az emberek, akik saját üzletet építenek, ők üzlettársak. A tanulók tanulók. De akik részt vesznek a tanulók gyűjtésében, őket úgy hívjuk, hogy üzlettársak. És gondold végig, hogy az üzlettárs az milyen jól hangzik, nem? Sokkal jobban hangzik, mint az, hogy munkatárs. Üzlettárs. El tudnád képzelni azt, hogy neked üzlettársaid legyenek a jövőben? Ki az, aki el tudja képzelni? Szuper, köszönöm szépen. Hát az is fontos, hogy az ember ne fáradjon bele egy üzleti tevékenységbe, vagy ne rokkanjon bele, nem? Hány olyan emberről hallottál már, hogy mit tudom én mondjuk, belefáradt és abba hagyta valamilyen üzletet, elege lett belőle. Sőt, olyat is hallottál, hogy volt üzlete, annyira elege lett, hogy inkább visszament alkalmazottnak. Vagy hallottál már olyat, hogy valaki, mit tudom én, annyi gondja, baja volt az üzletével, hogy agyvérzést kapott? Tehát ugye ez a belerokkanás. És gondold végig, hogyha lenne egy olyan üzleted, amiben nem fáradsz bele, illetve nem rokkansz bele, az lehet, hogy jobb lenne, mint hogyha olyan üzletet csinál, amiben csinál az ember, amiben belefáradhat, vagy belerokkanhat, nem? Nem gondolod? Ki az, aki úgy gondolja, hogy az a jobb üzlet, ahol az ember nem fárad bele, vagy nem rokkan bele? Ezt tegye már föl a kezét. Csak azt szeretném akkor tudni, hogy az a rengeteg ember a világban mi a manóért csinál olyan üzletet, amiben belefárad, vagy belerokkan. És a világon, ha körülnézünk, akkor nem találsz olyan üzletet egy üzleten kívül, ami megfelel mind a 20 feltételnek. Ez az egy üzlet, amely kiválik a többi közül, ezt úgy hívják, hogy PPH. És amennyiben, ha megnézzük, akkor ez a 20 pont, mondhatjuk azt, hogyha egy üzlet megfelel ennek a 20 pontnak, akkor az a világ legjobb üzlete. Márpedig, mivel a világon csak egyetlen üzlet felel meg ennek, ezért a te PPH üzleted lehet a világ legjobb üzlete, ha mint PPH üzletet elkezded. És üzletet csinálsz belőle. Egy olyan szolgáltatásból, ami a világ legjobb szolgáltatása, ami arról szól, hogy az embereket, nézzük meg, miről szól röviden. Itt van. Képezzük az embereket, hogy képesek legyenek, tisztességesen, becsületesen, etikusan működni, ismerjék az élet és az ember működését, tudjanak szeretetben együttműködni, tudjanak elnyomásmentes környezetet létrehozni saját maguk körül, képesek legyenek egy boldog életre. Ilyen képzést, ilyen tudást adunk az embereknek. Teljesen megfizethető áron. Hol van? Ja, itt van. Vagy nem itt van? Valahol lenni kell, mindegy. Ja? Egy láncépítő üzletben.
Itt? Nem itt. Ezután. Ja, ezután. Itt ezt keresem. Jó, tehát havi 30 órás képzés, értéke 200 ezer forint, piaci értéke. Első havi díj, le van írva, hogy mennyi, utána a havi díjra. Mit vállalunk, és az mennyi. Ez nem befektetés. Ez a tudásod. Azért, hogy üzletet építesz, azért nem kérünk semmit. Az gratisban nyújtjuk, teljesen ingyen. De csak azok csinálhatnak PPA üzletet, akik tanulók is. Mert ugye miről szól az üzlet? Arról, hogy keresel olyan embereket, akik hajlandók fejlődni, és hajlandók arra, ha akarják pluszba, hogy ők is létrehozzanak PPA-s üzletet. Ez egy plusz lehetőség. És ezáltal létrehozol egy olyan csoportot, egy olyan jövedelemmel, amely rendszeresen jövedelmet termel számodra, és az ott lévők számára természetesen. Ezt a rendszeres passzív jövedelmet jelenti. Ugyanis, hol van? Ja, az itt hátul van. Gyorsan mutatom, ez nem az. Ugyanis a tandíjaknak a 25-től 77,6%-áig kifizetésre kerül a szervezők között. És ez a 77,6%, ez valamilyen módon rendszeresen emelkedik. Jó, ez régen ilyen 40 akárhány százalék volt. Onnan indult, most már 77,6. Jó, és ez megy fölfele szépen. És ha a csoportban, tehát létrehozol egy tanulói csoportot, akik még szerveznek is tanulókat, tehát hoznak újabb és újabb tanulókat, akkor az ő eredményeikből is részesedsz 5%-tól 53%-ig terjedő összegben, ami a tandíjnak, az ő tandíjuknak az 5%-ától 53%-áig terjed. És ha így számolgatsz, ahhoz, hogy létrehozzunk egy jobb világot, alsó hangon kell 320 millió olyan ember, aki PPA üzletet fog építeni. PPA üzletet fog építeni. Alsó hangon. Különben, hát egy, az emberiség kimarad ebből a projektből. És nem lesz jó világ. Oké? Tehát csak a tudás révén lehet létrehozni jó világot. Ha nincs mindennapokban használható tudás, nincs jó világ. Akkor megyünk, szépen haladunk a rossz világ felé. De a jó világot együtt tudjuk létrehozni. Hát gondolkodj, és dönts, és minél hamarabb döntesz, annál jobban jársz. Köszönöm szépen a figyelmedet, visszaadom a szót a háziasszonyunknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Hát, nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklósnak ezt az üzlet felépítést és az élet felépítést, mert ebbe tényleg benne volt megint minden. Nagyon érthetően, nagyon használható módon. Én életem egyik legjobb döntésének, nem egyik legjobb, a legjobb döntésének tartom, hogy rám találta a PPH. Én akkor még a számítógépet sem tudtam bekapcsolni, ugye ez pont 8 évvel ezelőtt volt, vagyis már 7 egész évet itt vagyok.
Nem tudtam se a szervezet, se a jutat, semmiről nem tudtam semmit, csak eljöttem egy szemináriumra, és én inkább nem tudtam, megéreztem. Ezt kerestem, itt a helyem, ezt kell csinálni, és ezt minden embernek tudnia kell. És én el is mondtam, és mondom a mai napig mindenkinek, mindenki maga dönti el, hogy hogyan szeretné az életét élni. Ebben már csak akkor tudok segíteni, hogyha csatlakozik hozzánk. Ezek a képzések tényleg annyira teljesek, és amióta Szedlacsik Miklós úgy döntött, hogy minden anyagrészt teljesen végigveszünk, ennek én nagyon-nagyon-nagyon örültem, de gondolom ezzel még nagyon sokan így vagyunk, mert teljességében lehet a tudást csak nagyon jól használni. És az, hogy hány év betelik, mire körbeérünk? Ha nem érünk körbe, annak nincs értelme. És azért jöttünk, hogy fejlődjünk. És csak így tudjuk megoldani a mi régi gyerekkori traumáinkat, és így tudunk segíteni most a csapattagoknak, akiknek vannak kicsi gyerekeik, sehogy másképp. És az önmagunk életének a megoldás kulcsa, ha tényleg minden olyan akadályt meg tudunk szüntetni, amit észre se vettünk, vagy még mindig nem veszünk, mert hát az egó nagyon alattomos, én szoktam mondani, hogy lehet vele küzdeni, ki kell iktatni. És csak úgy, ha nem keresem az okokat, ki miért mit csinált, de tudom azt, hogy hopp, ez nem én vagyok, lehet, hogy ez egy régi rossz tanárom, lehet, hogy a szülőmtől kaptam, tök mindegy. Látom, hogy mi az, ami akadály, és meg tudom szüntetni. Sehol máshol nincs ilyen képzés. Én tanultam lélek és gyerekpszichológiát, hát lett egy csomó szakmám, mert kerestem annak idején, mindent kerestem, sehol nem tanítják. Én nagyon hálás vagyok Szedlacsik Miklósnak, és a türelmének, hozzám is kell azért egy jó adag. A tanítását alkalmazni a legcsodálatosabb dolog. És én azt ajánlom mindenkinek, aki már találkozott a PPH szóval, egy PPH videóval, egy PPH-ssal, azok nem véletlen, azok jelek. És ne várjál, nem majd, most, azért kaptad, most. És akik itt vannak is azért kezdték akkor, amikor kezdték, mert onnantól kell nem csak fejlődni, hanem mindenki mást is hozni, mert a lehetőségek elmennek, az idő telik, és nagyon véges az időnk, nagyon kevés időnk van már. Még egyszer nagyon szépen megköszönöm a mai napot. Én örülök, hogy veletek együtt lehettem. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a mai napot Szedlacsik Miklósnak és mindenkinek, akikkel együtt lehettem.